A koronavírus járvány ezt nagyon megnehezíti, egyrészt a mozgást és a találkozásokat, és bármennyire is szerettem volna, hogy minél gyakrabban elmenni plébániákra, meglátogatni a plébániákat, plébánosokkal találkozni, a hívekkel, vagy legalábbis azok közül egy egyháztanáccsal, a képviselőkkel. Ez nagyon-nagyon megnehezedett, és alig sikerült eddig valamennyit ebből megvalósítani, sajnos. Amit mindenképpen érzek, és az első perctől éreztem, ez az óriási várakozás. Talán nem is mondanám így, hogy elvárás, bizonyára az is van benne, de egy óriási várakozást. És ez egy picit az embert meg is ijeszti, mert én valóban úgy látom, hogy az a várakozás jogos, de olyan óriási, hogy ezt csak lépésekben lehet. Tehát sok területen, sok rétű, volumenben, mennyiségben is nagyon nagy, tehát ez csak apránként lehet. Tehát óriási a várakozás, ezt első perctől fogva éreztem. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek ott van a világ közepe, ahol él. És ez így igaz, mert minden ember, minden egyes hívő egyformán fontos. Akkor is, hogyha több katolikus közegben él, ahol mondjam így, hogy sokkal könnyebb megmaradni, sokkal könnyebb közösségben a hitet megélni, ahol van közösségélmény, ahol a lelkipásztornak, a papnak is van sok pozitív visszajelzés, sok jó élménye, mondjam így, sokkal nehezebb szórványban, ahol kisebbségben nincsen meg a közösségnek a megtartó ereje, és mégis mindenki egyformán értékes, egyformán a világ közepe. Tehát ez megnehezíti területre is óriási nagy. Már csak az, amikor el kell jutni egy távoli plébániára, órákba kerül, amíg az ember odaér, és utána vissza. Tehát ez is megnehezíti. Megnehezíti ez a rengeteg eltérő valóság, szórvány, tömb katolikusság, a különböző, mondjam így, hogy milliók. Tehát ilyen szempontból óriási kihívás, és merem azt mondani, hogy nagyobb, mint egy kisebb egyházmegyében.